Sziasztok! Éppen ebben a pillanatban vettem át ezt a Suzuki Vitarát, ez a 48 voltos 1.4 booster jet hibrid hajtással, és megnézzük, hogy mi a különbség az S-Cross és a Vitara között. Az S-Crossról már készült egy közel 1400 kilométert felölelő, közel 43 perces videó, és most ezt az autót is leteszteljük. Úgy terveztem, hogy nem lesz hosszú távú a teszt, de kíváncsi vagyok, mert nálam esélyesebb a Vitara, amiatt, hogy gyönyörű szép a kijelzője. Nézzük is meg, hogy mi a különbség. Indítsuk be az autót. Tehát ennek a kis információs középső kijelzője a színes, és szerintem nagyon szép is. Nagyon sok információval szolgál, több információról egyébként, mint a másik autónál, az S-Crossnál. Itt láthatjuk, amikor tölt az autó, illetve amikor használja az akkumulátorból az energiát, tehát sokkal szebb véleményem szerint, mint a fekete-fehér kijelző. Aztán nézzük is az adatokat, tehát 7,7 liter az átlag fogyasztása, és jelenleg 531 kilométert ír megtehető távolságnak ezzel a fogyasztással. Nyilván ezt az autót most tesztvezetésre használták, 1267 kilométer van benne mindösszesen, és még úgy látom, hogy semmilyen adata nem volt nullázva, tehát ez a tesztvezetések során hidegen indulva, itt a városban használva, gondolom nagy részt. Tehát a 7,7 liter volt az eddigi fogyasztása, hiszen valószínűleg nem úgy vezették ezt az autót, ahogy azt illene, ahogy majd én fogom, meglátjuk, hogy én mit tudok belőle kihozni. És ez alatt a 2 óra 45 perc alatt 1241 milliliter, azaz közel másfél liter üzemanyagot spórolt meg, csak önmagában a start-stop rendszer, tehát nem számít ide, amit a hibrid rendszer megspórol, ez csak a start-stop rendszernek a spórlása. Na, nézzük, hogy hogyan tudjuk lenullázni. Olyan durván egyharmados töltöttségen van a hibrid akkumulátorunk. Ezt is lenullázzuk. Ezt is lenullázzuk. Tiszta lappal indulunk. Jó, és a számlálókat is lenullázom, az A-trippet is, ez a fogyasztás mérésnél szokott nálam szerepet játszani, és a B-trippel pedig azokat az utakat fogom számolni, amikor résztávolságokat teszünk meg. Na, kezdjünk is neki, egyelőre megnézzük országúton, hogy mennyit fogyaszt, most körülbelül egy olyan 100 kilométert teszek meg vele, aztán visszafelé is szerintem még országúton lesz, az egy 60 kilométer, tehát durván egy olyan 160 kilométeres etap lesz, viszont ami nagyon furcsa, hogy a másik autónál, miután megkaptam az autót, és azt mondták, egy kattanásig tankolták meg, ott csak 2 litert lehetett beletuszokolni a tankba. Itt viszont nagyon-nagyon lassan lehetett csak tölteni, tehát elég hamar elkattant a pisztoly, és még a kattanás után még több mint 7 litert tudtam beletankolni. Most viszonylag zökkenőmentesen átértem Miskolc belvárosán, nem nagyon kellett sehol megállnom, és nem is tudtam nagyon a hibrid akkumulátort feltölteni, úgyhogy most így indulok majd neki a hegynek itt Harsány felé. Nos, a városi fogyasztásom elég soknak tűnik ahhoz képest, hogy vitorláztam, és keményre van fújva a gumim, és tehát 4,9 liter ennek az autónak a városi fogyasztása, ami szerintem sok. Bizony most van esélyem itt a Pingyomnál lefelé, a lejtőn, hogy feltöltsem teljesen a lítium-ion akkumulátort, de már most érzem, hogy csökkent a motorfékem, tehát most teljesen fel is töltötte az akkumulátort, ilyenkor ugye majd egyre többet fog belőle használni, és már most szinte egyáltalán nem is érzem a motorféknek az energiáját. Ugye nyilván ilyenkor, amikor már nagyon föltöltődött az akkumulátor, akkor már nem nagyon tölti, és ilyenkor már érezhető az autón, hogy nincs olyan motorfékünk, mint korábban. Nos, az első 23 km megtétele után 3,3 literes átlagfogyasztást tudtam elérni. Valószínűleg Miskolcon ott nem melegedett még be eléggé a motor, és az lehetett a probléma, hiszen azért most már 16 Celsius fok van odakint, nem ilyen 20 fokok, úgyhogy valószínűleg ez lehetett az oka. Meglátjuk, hogy mire hazaérek, milyen fogyasztási értékek jönnek. Én nagyon kíváncsi leszek, mert tényleg így hosszú távon ezen a 100x kilométeren milyen fogyasztás jön ki. Ugye az már jól látszik a kijelzőn, hogy az üzemhőmérsékletet azt elértük.
21 óra 28 perc van, tehát épp úgy ide értem a benzinkút nyitvatartási idejében. Vásároltam holnapra autópályamatricát, ugye holnap egy hosszabb utat fogok megtenni, azért szerintem most is meg lesz bőven az 1000 km körüli távolság, amit tesztelni fogom ezt az autót, és az első meglepetés, ami most ért, ugye kicsit gyanús is volt, hogy 4,4 literes átlagfogyasztásom van, hiszen az S-Crossnál ott azért jobb értékek születtek országút és városnál. Én körülbelül óra szerinti 100-as tempókat mentem, és 55 km per óra volt körülbelül a város. Nem nagyon spóroltam, és nem nagyon figyeltem oda a visszatöltésekre, tehát a motorfékezésekre. És a valós fogyasztási érték, ha be tudom ide tenni, 4,2 liter lett, ami számomra igen meglepő érték, mert még egyszer mondom, tehát ilyen, hogy kevesebb legyen 2 decivel, ilyet még nem láttam autónál, úgyhogy ez az autó úgy tűnik, hogy többet mutat, de majd meglátjuk autópálya tempónál is, hogy ez igaz lesz-e majd a valós méréseknél, amikor teletankolom, teljesen csurdultig teletankoltam most is a tankot, és így lehet pontosan mérni a fogyasztási értékünket. Egyelőre úgy érzem, hogy ez az autó egy kicsit keményebb, ez az autó kicsit kényelmetlenebb számomra, mint az S-Cross, pedig pont arra számítottam, hogy annak kényelmesebb lesz az ülése, de még keresem a pozíciómat, tehát ez a 140 km ez még nem volt elég ahhoz, hogy megtaláljam. No, úgyhogy holnap folytatjuk, és az egy hosszabb etap lesz. Most, hogy itt van nálam hétvégén tesztelésen ez a Suzuki Vitara, ez egy jó alkalom, hogy leteszteljem ezt az akkumulátor ellenőrző készüléket, amivel azt is meg tudjuk nézni, hogy milyen az indító árama. Nézzük is meg, ez egy Varta akkumulátor ebben az autóban, és 350 amper az indító árama, 44 amperórás. Be is állítom a készüléket, ugye 12,7 volt van jelenleg benne. Nagyon fontos, hogy az autóban semmilyen fogyasztó nem működjön, amikor a tesztet végezzük. Beállítjuk ugye az SLI, az azt jelenti, hogy folyadék akkumulátor, európai szabvány, és nem 850, hanem 350 az indítóáram. Ugye 850 amper volt az indítóárama az én Volvo-ban lévő akkumulátornak, ami 95 amperórás. Ezt csak azért kell beállítani, mert azt is jelzi a készülék, hogy minden rendben. 443 amper, amivel tud indítani. Úgyhogy ez az akkumulátor jobb kondícióban van, mint ami a gyári adata, mert 350 helyett 443 amperrel tud indítani. Úgyhogy minden rendben van. Második tesztnap, nézzük, hogy mennyi idő után melegszik be a motor körülbelül. Ugye jelenleg 10 liter körül van az átlagfogyasztásom. Ez köszönhető annak, hogy amikor hidegenbe indítunk, nyilván minden benzines dízelautó sokkal többet fogyaszt. Úgyhogy meglátjuk, hogy hány kilométer múlva esik ez le, mikor melegszik be az autó. Jelenleg a külső hőmérséklet 13 Celsius fok, és 6,9 liter az átlagfogyasztásom 1 kilométer megtétele után. A második kilométert is megtettem, 5,3 liter jelenleg az átlagfogyasztásom, úgyhogy mindig nullázom természetesen, és már a felénél tart a hűtővizem hőmérséklete, és már elkezdett szépen fűteni, tehát 2 kilométer után is már beindítható a fűtés. De természetesen először az autó melegszik, ugye ezt a szabályt követem, és utána melegszünk mi. Már az autópályán haladok, méghozzá egy kamion mögött adaptív tempomattal szélárnyékban. Hogyha megnézitek, akkor elég közel engedi a kamionhoz az autó. Viszont ugye van természetesen ilyenkor fékezésünk is, tehát azonnal tud reagálni a járgány, bármi történik. Kicsit magasabb értékre kell állítanunk a tempomattot, mint amennyivel haladunk, és ő visszalassít mindig arra a tempóra, amivel az előttünk haladó jármű halad. Ez most jelen helyzetben az óra szerint olyan 95 km per óra. Azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag pontos, mert 93 km per órát mutat a GPS. Nos, őszintén szólva, ez nagyon meglep, hogy csak 3,8 literig ment le az átlagfogyasztásom szélárnyékban. Ez még mindig legalább 3 deciliterrel több, mint a másik autónál volt. Szélárnyékban a kettes távolsággal 4 liter a fogyasztás, tehát 2 deciliterrel emelkedett a távolságfokozása miatt.
Jelenleg a 3-as, azaz a legtávolabbi követési távolsággal követem a kamiont előttem. 4,1 liter az átlagfogyasztáson, de nagyon sokáig ugyanaz a 4 liter maradt, ami a 2-es távolságnál. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy nincs számottevő különbség a 2-es és a 3-as között, viszont biztonság szempontjából rengeteg különbség van. Tehát, hogyha mindenképp szélárnyékba szeretnétek haladni, akkor mindenképpen csak a 3-as pozíciót használjátok, és ezt is csak 90-100 km/h sebességnél, semmiképpen se 130-nál. Most a legutóbbi 54 kilométeremet azt itt az M0-áson, illetve az M31-esen tettem meg 110-es tempóval, és így az átlag fogyasztásom 5,1 literbe állt meg. Most így szombat délelőtt az M5-ösön autózom, és egyszerűen nem értem ezt a hatalmas forgalmat. Szembeszéllel 130-al jöttem eddig lehetett normálisan jönni jó tempóval, és 6,7-6,8 volt a fogyasztásom, még egyszer mondom, szembeszéllel. Most nem lesz jó összehasonlítás alap, mert most csak egy személlyel használom, én vagyok csak az autóban. Valószínűleg a magasabb építése miatt, ezt úgy értsétek, hogy a hasmagassága szerintem egy picit magasabb, mint az S-Cross-nak, ezért egy picit instabilabbnak érzem autópályán ezt az autót, és ennél az autónál nem érzem azt, hogy mint hogyha zsinóron húznák, tehát itt bizony érezhető, hogy bele kell nyúlni a kormányzásba, korrigálni kell, a másik autónál ezt nem éreztem. Na most ebben az autóban van sávtartó automatika is, lehet, hogy ezért érzékenyebb a kormány, nem tudom. A másik autóban ilyesmi nem volt, tehát ez valóban egy jobban felszerelt a Vitara ilyen szempontból, hogy táblafelismerő rendszer, illetve ez a sávtartó elektronika is van az autóban. Most éppen Lajos Mizsén járok, és itt a tanyavilágban most 1,7 kilométert kell mennem ilyen földúton, vagy homokúton inkább úgy nevezném. És most van lehetőségem kipróbálni mind a terepen a fogyasztási értékeket is. Most lenulláztam, és azt is, hogy hogyan viselkedik a Suzuki Vitara az ilyen gátyús, rossz úton. Hát most szintén próbálok egy viszonylag jó tempót tartani, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy egész másként viselkedik, mint a Suzuki S-Cross, és most második sebességfokozatban megyek ezen a homokos, gátyús bukkanókkal teli talajon, és még egyszer mondom, azt vettem észre, hogy az S-Cross az jóval lágyabban veszi ezeket az akadályokat, viszont ennek az autónak valószínűleg kicsit magasabb a hasmagassága, úgyhogy abszolút nem kell attól tartanom, hogy leérne a zajja, úgyhogy nyugodtan lehet vele menni, akár tempósabban is, természetesen észszerű határokon belül. Nos, azt kell, hogy mondjam, terepen le a kalappal ezelőtt az autó előtt is. Nagyon jól viselkedett, nagyon jól bírta a terepviszonyokat. Kicsit keményebb a rugózása, mint az S-Cross-nak, tehát hogyha valaki tényleg terepen szeretné használni, és a magas hasmagasságra van szükség, akkor ezt választanám, a Vitarát, viszont hogyha inkább országúton járunk, de terepen is helyt kell állni az autónak, akkor ott mindenképpen az S-Cross mellett döntenék. És nézzük a fogyasztását, 8,9 liter lett, második fokozatban olyan 30, maximum 40-nel közlekedtem itt a földúton. Most csak azok kedvéért, akik nem a szokásos 130-120-as autópálya tempóval szoktak közlekedni, nézzük meg, hogy 150-es óra szerinti tempónál mit fogyaszt ez az autó. 3000-es fordulat van, 6. sebességfokozatban, ami azt gondolom nem rossz. Azt gondolom viselhető a szélzaj is, abszolút bírja az autó, tehát semmi erőlködés nem érzek rajta, és a fogyasztás az 7,6 liter. Tehát 150-es tempónál durvá 7,5-8 literes fogyasztásra számíthatunk. 140-nel tisztes távolságból szélárnyékban autózva 6,6-6,7 liter a fogyasztásunk. Nem sokkal kevesebb egyébként a valós, tehát a 140-es tempó az valójában 136, tehát 4 km/h a különbség. Időközben az utolsó tankolás óta megtettem az autóval 346 kilométert, és most nézzük meg, hogy mennyi volt az átlagfogyasztásom ez idő alatt. Ugye 7 liter itt az utolsó időszak, ezt itt városon belül tettem meg, most tankoltam teljesen tele. 19,77 liter tudtam beletankolni, és ezt osztjuk a
346 kilométerrel, amit megtettem. Ez 5,7 literes átlagfogyasztást jelent, úgy, hogy ennek a nagy része, közel kétharmada az autópálya volt, tehát autópálya tempókkal tettem meg ezt, volt olyan szakasz, ahol tényleg ilyen 140 óra szerinti sebesség, tehát ilyen 136 km per órával mentem, egyáltalán nem spóroltam, és volt benne országúti szakasz, illetve volt benne városi szakasz is természetesen ebben a mérésben, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen totálisan vegyes használat volt az én közlekedési szokásaimnak megfelelően. Tehát én túlnyomó részt autópályán közlekedem, lehetőleg minél gyorsabban szeretem elérni az úti célomat, tehát ilyen 120-130-as tempóval. A fölött már nem szoktam menni, mert nem optimális a fogyasztási érték. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem rossz ez az eredmény. Körülbelül ennyi volt egyébként az S-Cross-nál is, tehát ilyen 5,5 liter körül jött ki a fogyasztási értékem, tehát 5-5,5 liter, és ez azt gondolom, hogy nem rossz, tehát ilyen 6 liter körüli fogyasztás, hiszen ez egy dízelhez már nagyon, nagyon közel áll. Tehát úgy gondolom, hogy téli időszakban is, ha sokat megállítjátok az autót, újraindultok, akkor is azért elég szép értékeket el lehet érni. Azt leoláthattátok, hogy országúton közlekedve ilyen 4,2 literes átlagfogyasztást tudtam elérni ez az autó mindenféle megerőltetés nélkül, úgyhogy motorfékezésnél használjuk a visszatöltést. Közben haza is érkeztem, és 207 kilométert tettem meg egy ültőhelyemben, és jelenleg így áll a fogyasztás, 6,6 liter lett az autópályán. A korábbi videókban többen megjegyezték, hogy nem a valós körülmények között készülnek ezek a tesztek, hiszen mindenki jóval magasabb sebességgel közlekedik az autópályákon, nem a 110-120-as sebességre kíváncsiak, hanem arra, hogy tényleg egy jó autópálya tempóval mennyit fogyaszt az autó. Nos, ezen felbátorodva most 140-re állítottam az óra szerint a tempomatot, ami azt jelenti, hogy 136 km per órával jöttem haza egészen végig, tehát ahol lehetett mindenütt kimaxoltam ezeket a sebességhatárokat, és így fogyasztott az autó 6,6 litert, mire hazaértem. Nagyon sokáig egyébként 5,8-6,2 volt a fogyasztásom, aztán valószínűleg egy kis szembeszedet kaphattam, és utána kezdett el fölfelé sétálni a fogyasztási érték, de azt gondolom, hogy egy óra szerinti 140-es tempóban 6,6-ot fogyasztani, az nem rossz. Ez a videó most jóval rövidebb lesz, mint az előző Suzuki S-Cross-os, ami 43 percesre sikerült. Magáról a hibrid hajtásról is ott tudtok majd információt szerezni, tehát hogyha néhány kiegészítő információra vágytok, akkor nézzétek meg a Suzuki S-Cross-ról készült videót is, hiszen ugyanez a hajtás, ugyanez a motor található benne, és hogy sokkal többet beszélek erről, és mindenképpen érdemes lesz majd összehasonlítani a fogyasztási értékeket is. És most már afelé hajlok így a mai nap végén, hogy inkább az S-Cross-ot választanám. Tehát sokkal kényelmesebb számomra, más a pozíciója a kormánynak és a pedálsornak. Számomra érezhetően más volt az autó menetkomfortja is, jóval lágyabb a rugózása, a terepen jobban viselkedik. Ebben az autóban már 70 km per óra fölött hallani egy kis sistergést a szélzajban. Ez engem egy picit zavar, ez az S-Cross-ban nem volt. 130 km per óránál lehetett először a szélzajra felfigyelni. Ennél az autónál már ez korábban jelentkezik. Viszont 140-es tempónál is még viszonylag viselhető. Tehát ha valakinek a Suzuki Vitara tetszik kívülről, belülről, akkor mindenképp ezt érdemes választani. Tehát nagyon-nagyon kis különbségek vannak a két autó között. Tehát hogyha érzelmi alapon kötődünk a Vitarához, akkor érdemes ezt választani. Ha nem érzelmi alapon döntünk, hanem tudatosságból, és mondjuk ilyen magasak vagytok, mint én, tehát ilyen 180-185 cm, vagy ennél magasabbak, akkor azt gondolom, hogy jobb választás mindenképpen a Suzuki S-Cross. Ez az autó viszont úgy érzem, hogy a beszálláskor is már érezhetően magasabb építésű. Itt a küszöbben én például bele is szoktam ütni a lábamat, ez az S-Cross-nál nem volt jellemző. Nekem az S-Cross dizájnja egyébként belül is jobban tetszik, és a légbeömlők is jobban tetszenek. Most rájöttem, hogy ez a színes kijelző sem annyira fontos, sőt, számomra inkább negatív, mint pozitív lenne.
Vannak olyan dolgok rajta, amit például ez is, hogy milyen pozícióban vagyunk, ez inkább, ugye amikor terepen használjuk az autót és dőlésszögöket nézünk, meg gyorsulásokat, G-értékeket, akkor van jelentősége, én ezt nem használtam abszolút. Itt ugye az erőt és a gázt tudjuk nézni itt szintén, tehát egy csomó olyan információs ablakon kell átgyalogolnom, és sajnos visszafelé nem forgatható, ami tök fölösleges. Az is, hogy ilyen színes az elsőnek nekem pozitívnak tűnt, hogy itt például, hogy mennyi az akkumulátor töltöttségünk, éppen hogyan történik a visszatáplálás, vagy éppen felhasználja az akkumulátorból az autó a villanyáramot, tehát ezeket láthatjuk itt ezen a monitoron. A táblafelismerő rendszer, azzal folyamatosan küzdöttem, hogy mindig eltűntek a számomra fontos információk, úgyhogy köszönöm szépen, de nagyon szép ez a színes kijelző, de inkább maradjunk a sokkal egyszerűbb monokróm kijelzőn, én most azt mondom, és inkább az S-Cross. Úgyhogy eldőlt a kérdés, én nagyon-nagyon hajlott a szívem a Vitarához, mert nekem kívülről, előről sokkal jobban tetszik, viszont a hátulja kevésbé tetszik, mint az S-Cross-nak, szerintem az S-Cross-nak nagyon jól eltalálták, viszont az S-Cross eleje nem tetszik, tehát ez a kicsit szilás cetre hasonlító hűtőmaszk az nekem nem jön be. Viszont hogyha nappali fény már világít, akkor az is tök jól néz ki. Eddig barátkoznom kell erősen a gondolattal, de majd túlteszem valahogy ezen magam, és nem várom meg az S-Cross frissítését sem. Belekerülnek ezek a vezetés támogató eszközök is, amik ebben az autóban már alapfelszereltségben benne vannak. Tehát tényleg nagyon kényelmes az adaptív tempomat, az abban is benne van. Nagyon-nagyon jó szolgálatot tett a tükörbe épített holtérfigyelő rendszer, tehát az többször nagyon nagy segítség volt. Hát a sávtartó elektronika az annyira nem győzött meg. Nyilván, hogyha valamit matatunk az autóban, vagy a telefonon meg kell néznünk, akkor az is jó segítséget tehet. Az adaptív tempomatnál továbbra is úgy érzem, hogy nagyon hirtelen fékez, hogyha beérünk egy autót, ez sokkal finomabban is meg lehetett volna oldani. De ez az S-Cross-ban is így van. Érdekes, hogy a Vitarában úgy éreztem, hogy sokkal jobban szól az audio rendszer. Tehát, hogyha ezt a többi autómmal összehasonlítom, vagy azokat, amiket eddig teszteltem, akkor azt mondhatom, hogy simán ott van a felső kategóriában. Nagyon jó szól, nyilván egy kicsit nagyobb hangerőm már torzít, tehát annyira nem tudjuk hangosan hallgatni. Hát kicsit visszhangzik, azt hallottam vissza a beszélgető partnereimtől a kihangosító, de működőképes. Tényleg nem olyan, mint egy másik típus, amit most nem említek, hogy mintha innen a kijelző mögül szólna egy szokorrádió, és az egy 10 milliós autó volt, tehát ebben ezt nem éreztem. Azt gondolom, teljesen rendben van ez az autó. Tehát ár-érték arányban nézzétek meg a felszereltségeket is, tényleg ez az esőérzékelős ablaktörlőtől kezdve a ledes lámpán keresztül, ez a hibrid hajtás, tehát nem gondolom, hogy ilyen árkategóriában lehetne hasonló felszereltségű autóval találkozni, aminek ráadásul ilyen fogyasztási értékei vannak. Tehát országúton 4-5 liter között el lehet vele közlekedni, és megelégszik autópályán is 6-6,5 liter üzemanyaggal. Tehát azért most mondjatok nekem még egy olyan autót, ami ezt tudja, és ráadásul még a hibrid hajtású autók közül is kevés van, ami ezt a fogyasztási értéket tudja teljesíteni. És ugye erről beszéltünk, hogy igazán én nem látom innentől kezdve létjogosultságát, hogy egy hibrid autó az a benzinmotorra vagy dízelmotorra töltse az akkumulátort, hiszen ez nem gazdaságos dolog. Ezt nagyon jó kitalálták tényleg a japán mérnökök, hogy igazán csak a fékezések elvesztegetett mozgási energiáját kell valahogy betárolni, és aztán azt újra felhasználni, amikor lehet. Nos, immáron elérkeztünk a harmadik tesztnap végéhez is, amikor is inkább rövid távokat tettem meg azért, hogy legyen ilyen értékünk is fogyasztásban. Ugye ez is sokatokban felmerült a korábbi videóknál, hogy jó, hogy így hosszú távon megyek, de nyilván ott egyszer melegszik be az autó, és egészen más fogyasztási értékek jönnek ki. Na most ez a mai nap ez arról szólt, hogy háromszor indultam el, tehát háromszor ült le az autó, és háromszor indultam neki úgy, hogy 15-16 kilométereket tettem meg, meg volt benne egy 20 kilométeres táv is, és aztán megálltam egy másfél órákra, visszaült egy picit az autó, és aztán megint elindultam. Így hát mondhatjuk, hogy ezzel a mai nappal azt modelleztem, mint hogyha bejárnánk a munkahelyünkre egy olyan 15-20 kilométerre, és ez a fogyasztási érték az, amit most mérvadó lehet.
Na most azt vettem észre, hogy kettes töltöttséggel indultam a kis hibrid akkumulátornál, amikor útra keltem, és aztán sokat motorfékeztem, és elég szépen feltöltődött. Amíg nem dolgozott nagyon vissza, és nem segített rá, mert nem volt megfelelő töltöttség, addig ilyen 5 liter körüli fogyasztásaim voltak, és most arra ment le ilyen 4,4 literre az átlag fogyasztásom. Ez 108 km alatt mértem egyébként. Jó, tehát én úgy gondolom, hogy 5 és 6 liter között, akkor, hogyha hidegebb idő van, akkor nyilván többet fog fogyasztani az autó, de úgy gondolom, hogy akkor is egy 6 literes fogyasztással ez bőven lehet teljesíteni. Amint látjátok, nekem 4,4 liter fogyasztást sikerült elérni. Kicsit érthetetlen számomra, hogy hogyan használhatják a normál felhasználók az autót, akik nincsenek hozzászokva a motorfékezéshez és az ilyen hibrid technológiához, mert akárhányszor beülök ilyen autókba, mindig 7-8 literes fogyasztásokat látok. Tehát nagyjából ezeket a távokat járják vele, nagyjából ez az üzemeltetés, és bizony több mint 2 literrel, 2,5 literre többet fogyasztanak az autók. Most vagy én vagyok a fogyasztás mágusa, és ezeket ki tudom hozni ebből az autóból, ezek szerint egészen más a vezetési stílusom, pedig higgyétek el, most is tök dinamikusan mentem, tehát ilyen rugalmasan kezelve a sebességhatárokat, tehát ilyen 100-as óra szerinti tempó és 55 km per órával a városban. Ezek szerint sok múlik a vezetési stíluson, úgyhogy meglátjuk, hogy a Suzuki mennyire lesz partner abban, hogy egy egész videósorozatot készítsünk, mert akkor abban meg tudnám mutatni akár egy több kamerálásos felvételbe, hogy én hogyan kezelem a kuplungot, gázpedált, hogyan viselkedik az autó, tényleg mennyivel megyünk, hogy mindenki számára bizonyság legyen, hogy nem csalás van ebben, meg nem nincs benne semmiféle ámítás ebben a dologban, hanem ez a valóság. Tehát ez egy érdekes kísérlet lehetne, ahol ráadásul azt is elmondanám, hogy hogyan kell használni egy ilyen 48 voltos hibrid akkumulátorral szerelt autót, hogyan lehet kihozni ezeket a fogyasztási értékeket, de várom továbbra is a ti megjegyzéseiteket, hogy nálatok ezek az autók mennyit fogyasztanak, ha ti rendelkeztek ilyennel, mennyi az átlagfogyasztás, szoktátok-e mérni, illetve vannak-e hasonló adatok, mint amit én elértem. Na, köszönöm szépen a figyelmet! Ennyi volt mára a tesztautózás, holnap viszem vissza az autót, és még egy rövid távon ki tudom próbálni országút-város viszonylatában, hogy milyen fogyasztási értékeket produkál.